Sziasztok anime fanok és japán fanok, én kedves Sensei vagyok, és ez itt egy sonka. A mai videóban pedig elhoztam nektek a top 10 legnépszerűbb isekai anime klisét, amit isekai animékben láthatunk. Már hogyha néztek isekai animéket. Az isekai animéről annyit, hogy ezek olyan animék, ahol a hős egy hétköznapi világból, hétköznapi élethelyzetből hirtelen egy haláleset vagy más egyéb dolog miatt, például megidézik őt, átkerül egy másik világba, ahol rendszerint a fantasy világ szabályai lesznek érvényesek. De erről majd később. Nézzük is meg, hogy milyen 10 klisé áll fenn egy isekai anime, ami az isekai animét isekai animévé teszi. És most a helyet, hogy húznám a rizsával, végre csapjunk a lecsóba. Tizedik, a főszereplő egy átlagos ember. Mielőtt hősünk iszekályozna egyet, a saját világában egy hétköznapi életet élő középiskolás diáknak vagy egy irodai dolgozónak ismerhetjük őt meg, akinek már tele van a hócipője másokkal, sőt még saját magával is, ezért a háta közepére sem kívánja már unalmas mindennapjait. Ezzel a mozzanattal az animék kvázi azt sugallják, hogy nem kell fontos embernek lenned ahhoz, hogy legyél valaki, az élet bárki számára tartogathat kalandokat. 9. A főszereplőt elüti egy teherautó. Az isekai animékben a főszereplők leggyakrabban azért halnak meg, mert elüti őket egy teherautó. Egyesek meg akarják menteni valakinek az életét a szembejövő járműtől, míg mások csak random el vannak a saját kis dolgukkal, de mindig van egy gondatlan sofőr, aki felelős a főszereplő haláláért, ami egy frappáns lehetőség számára az újrakezdésre egy másik világban. Ez a klisé azt mutatja meg számunkra, hogy a halál nem lehet az élet vége, csupán egy új élet kezdete. 8. A főszereplőnek sorsfordító szerepe van a más világon. Míg saját világában a főszereplő csak egy a sok közül, teljesen felejthető és jellegtelen, addig az iszekájban egy aféle mítikus hősé magasztosul, akire az a feladat hárul, hogy megvédje a királyságot, legyőzze a démon királyt, vagy ha úgy tetszik, különleges erejének köszönhetően a világ megmentőjévé váljon. Hőstetének hiányában mindenki elbukna, ezért szerepe elengedhetetlen, sőt az ilyen jellegű animék fő mozgatórugója. Ez a klisé bemutatja, hogy sokszor érezhetjük magunkat jelentéktelennek mások szemében, de van az a hely, ahol pont ránk van szükség ahhoz, hogy pozitív változás következzen be. 7. Nincs lehetőség többé hazajutni. Az isekai animékben nem minden hős számára adatik meg a lehetőség érkezésük után arra, hogy valaha is hazajuthassanak. Akik a saját világukban meghaltak, azok számára ez a fantázia világ lesz az új otthonuk, vagyis számukra nincs visszaút. Vannak viszont olyanok is, akiket megidéztek az isekaiba, vagy csak véletlenül botlottak bele egy átjáróba, ami ide vezette őket. Nekik többségében ugye lehetőség lenne visszatérni a saját világukba, de miután megtapasztalják az új életet, sokan úgy döntenek, hogy inkább nem térnek haza többé. Ez a klisé arra mutat rá, hogy ugyan nehéz hátrahagyni azokat a dolgokat, amiket már megszoktunk, de ha megtapasztaltunk valami újat, nem biztos, hogy visszavágyunk többé a régihez. 6. A főhősért minden csaj megbolondul. Gyakori eset, hogy a legtöbb karakter, aki a más világra kerül, előző életével ellentétben hatalmas erejének és bájos popikájának köszönhetően mágnes módjára kezdi vonzani magához a csajokat. Ha azt gondolnád, hogy ez a mennyország, hát akkor korán örültél, barátom, hiszen ez legtöbbször elég nagy bonyodalmakat tud okozni a hős számára. Mert hát hősünknek tipikusan semmi tapasztalata nem volt még az ellenkező nemmel, szegénykém, így nem csoda, hogy a különféle szukubuszok vagy félelfek friss husiként tekintenek rá. Ezzel viszont az isekai animék rámutatnak arra, hogy a szerelem néha hirtelen érkezik, és ha több esélyes is van a kosárban, nem egyszerű kitalálni, hogy vajon ki is maradjon benne. 5. A különleges erők a videójátékokon alapulnak. Amikor a hős átlép a saját világából a más világra, nem csak egy új környezettel, hanem annak eltérő törvényszerűségeivel kell szembesülnie, ami azért mégsem teljesen ismeretlen számára, különösen ha az erőhasználat vagy a céhek felépítése az általa már jól ismert MMORPG játékok motorjára íródtak. Például megjelenik előtt egy holografikus panel, amely fel tudja mérni saját erőléti szintjét és képességeit, amelyeket előre haladása során fejleszthet. Vagy éppen egy ritka szörnyeteg legyőzésért szép summát fizetnek neki, amiből könnyűszerrel meg tudja venni magának a létező legjobb felszerelést, amelyet rendszerint a legjobb törpkovácsmesterrel készített el magának. Ez az isekai klisé arról árulkodik, hogy attól még, hogy megváltozik körületed a világ, az általad már jól ismert törvényszerűségek ugyanazok maradnak, ezért nem kell, hogy elveszítsd a fejed. 4. A főszereplő bénázik, ha szerelmes.
Leleményes iszekály hőseinknek mindig akad egy gyenge pontja, és ez általában a szerelem. Lehetnek bármilyen erősek, talpra esettek, még akár a világot is megválthatják, egy csinos pofi könnyen úgy lefegyverzi őket, hogy köpni nyelni nem tudnak. Ez persze kihat a hősök önértékelésére, és bemutatja, hogy míg saját világukban a kutyát sem izgatták, itt hirtelen akaratukon kívül is egy hárem verbuválódik köréjük. Ez a klisé nem engedi, hogy hibátlannak lássuk még a legerősebb OP harcos sem. Célja, hogy bemutassa, még a legerősebbnek tűnő emberek is sebezhetőek. Harmadik, fantázia lények a más világon. Az iszekály egy olyan alternatív világot jelöl, amelyet az alkotók rendszerint fantasy köntösökbe bújtatnak, és mint olyan különleges lények népesítik be. Így nem meglepő, hogy találkozhatunk benne tündékkel, elfekkel, orkokkal, nyálkákkal, sárkányokkal, gyíkemberekkel, törpékkel, goblinokkal, vagy épp egyéb lényekkel. Természetesen emberekkel is találkozhatunk, de ők jellemzően sokkal gyengébbnek vannak feltüntetve a többi fantázia lényhez képest. Ez az iszekály klisé arra világít rá, hogy az életben senki sem egyforma, mindannyian különbözőek vagyunk, és ez a másság jelenthet egyszerre békés együttélést, vagy éppen vérre menő viszálykodást. Második, a főszereplő hasznosítja előző életének tudását. Nem véletlen, hogy megismerhetjük a más világra került hősök előző életének apróbb darabkáit, ha más nem is a foglalkozásukat mindenképpen, ugyanis ezeket a már korábban elsajátított skilleket gyakran jól tudják alkalmazni új életük során is. Akár diákok, irodai dolgozók vagy ezermesterek voltak, mind hatással lesz arra, hogy a későbbiekben milyen eszközhöz nyúl a fennálló problémahelyzet megoldásához a hős. Jól megmutatja tehát ez az iszekály klisé azt, hogy a múltban megtanult dolgaink egyáltalán nem haszon, hiszen sosem tudhatjuk, mikor lehet a jövőben újra szükség rájuk. Első, a főszereplő egy nagy OP. Sok erős főhőssel találkoztam már a történetek világában, de közülük egyik sem volt olyan erős, mint egy iszekály anime főhőse, de persze nem azért, mintha ők többek vagy jobbak lennének. Tény és való, sokan közülük rengeteg erőfeszítéssel rájutnak el erejük és képességük kimaxolására, de sok olyan is akad, sőt, ha úgy vesszük az iszekály trash korszak óta, ők vannak a legtöbben, akik csak úgy varázsütésre lettek a világ legerősebbjei. Birtokukban áll minden varázslat és képesség, így gyakorlatilag nem akad ellenfelük. Már unalmasak is lehetnének, ha nem lenne bennük kellő lelemény ahhoz, hogy jól használják ki mindenható természetüket, amellyel az egész világ sorsát a kezükben tartják. Végül ez az iszekály anime klisé az, ami kifejezi, hogy nem elég a rutin ahhoz, hogy valami jót csináljunk, mindig fel kell mérnünk a helyzet súlyát, és késznek kell lennünk mindig éberen és határozottan cselekedni. Ti szeretitek az iszekály animéket? Számotokra melyik klisé elengedhetetlen ahhoz, hogy igazán élvezzétek az ilyen jellegű műfajt? Vagy már túl sok iszekályt láttatok és unjátok a banánt? Se baj, 100 meg 100 iszekály anime van a világon, és mindegyik különböző koncepcióval legalábbis törekszik rá. De ezek közül akad manapság nagyon sok újítás is. Úgyhogy ha eddig még nem néztetek ilyen műfajú animéket, de most kedvet kaptatok hozzá, akkor csak rajta a jó szórakozást hozzá. Ha pedig már jól ismeritek az iszekály animéknek a binnyát, akkor remélem, hogy nosztalgikus és kedvcsináló volt a további iszekály alkotások megnézésére kis videóm. Így ha tetszett, pattintsatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kedvedszenszei voltam, és ne feledjétek, továbbra is szemmel tartom az animéket és titeket is. Jörüskonegáshimasz, sziasztok!